Tajkártya, személyi és lakcímigazolvány. Csak ennyi kell ahhoz, hogy valaki itt a Magyar utcai vérellátó központban bért adjon. No meg persze egy tűszúrást is el kell viselni ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, megfelelő és egészséges donorok vagyunk. Január 4-én pénteken a sajtó munkatársait várták a központba, természetesen stábunk is örömmel vett részt az eseményen. Egy téli megfázás azonban nem engedte, hogy néhány cseférrel segítsünk a betegeken. Szerencsére ott jártunk kor a médiaklub társelnöke és a kisalföld.hu újságírója Szeghalmi Balázs, valamint Laposa Tibor fotográfus teljesen egészségesen ülhetett bele a székbe. Legutoljára 1999-ben még gimnazistaként adtam vért, tehát ez nem tegnap volt. Úgy döntöttem, hogy talán tudunk így egy kicsit segíteni az embereken. Maga az egész Győri Média Klub az összes tagját értesítette erről a lehetőségről, és hát reményeink szerint több kollega ma nyújtani fogja a kezét egy kis segítségre. Azért jöttem el erre a mai napi véradásra, mert úgy gondoltam, hogy az embereken segíteni kell, és a mai világban már nagyon kevesen kapnak csak úgy valamit mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ezen kívül, mint tudjuk, az egészségügy eléggé nehéz helyzetben van, nehéz helyzetben vannak a különböző osztályok és az egyéb ehhez tartozó dolgok, és ezért úgy gondoltam, hogy ez a minimum, amit egy ember megtehet ahhoz, hogy segít, és ez neki sem kerül gyakorlatilag semmiben. A Győri Vérellátó Központban egyébként jók a tapasztalatok, véradás tekintetében országos viszonylatban is az élen állunk. Nagyon sok véradónk van, akik segítenek ezáltal a kórházban fekvő betegeken, és megadják a biztonságát az ottani beavatkozásoknak. A megyében 6% körül, a régióban is több mint 5% ez az arány. A média ebben mindig kiveszi a részét. Egyrészt úgy, hogy tudósít a véradásainkról, minden héten leadjuk a következő heti véradásokat, hol lesz véradás, milyen községben, kiszállás, vérellátóban, mikor várjuk a véradókat, illetve ezen túlmenően a média munkatársai aktívan is részt vesznek a véradásban. A sajtó munkatársai számára meghirdetett évelei véradást a szolgálat nyáron megismétli, akkor is várnak mindenkit, aki néhány csepp vérrel segítene.